Országszerte Tolna megyében egyre több településen okoz problémát az illegális szemét. Halmokban állnak a kidobott elektronikai készülékek, elhasználódott bútorok, műanyagüvegek és építéstörmelék. Utóbbival a bátaszékiek is találkoztak, és amikor az államtól nyertek 3 millió forintos támogatást a hulladéklerakó felszámolására, rögvest hozzáfogtak, ám a forrás nem volt elegendő. 2019 tavaszán nyílt meg arra a lehetőség, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be illegális hulladéklerakóknak a felszámolására. Fel is vettük a kapcsolatot az illetékes szolgáltatóval, hogy közösen dolgozzuk ki ennek a pályázatnak a szakmai feltételét, és sikeresek is voltunk. 3 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, mely ezekkor 150 ezer forint önerőt biztosított. Így 3 millió 150 ezer forint értékben gondoltuk, hogy ezt a hulladéklerakót felszámoljuk. Hát menet közben azért az élelmesebb polgárok még jócskán szállítottak oda hulladékot, ezért a város az év végén még egy 1 millió forintos saját forrás biztosított annak érdekében, hogy teljes mértékben fel tudjuk számolni ezt az illegális hulladéklerakót, ami meg is történt. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a város más pontjaim is kezdenek kialakulni ilyen lerakók, ami talán abból következik, hogy igen, körülményesen lehet elsősorban az építési törmeléket, hulladékot beszállítani, elhelyezni. Erre mindenképpen valami megoldást kellene találni, hogy ne csak a hulladék lerakókon, a legális hulladék lerakókon lehessen építési törmeléket elhelyezni, hanem kicsit közelebb a város polgáraihoz, a települések polgáraihoz valami ideiglenes lerakók kerüljenek kialakításra, ellenőrzött keretek között. Ez talán megszüntetni ezt a fajta anomáliát. Szabó Gyula, az Aliszka Terra Kft. Ügyvezetője azt mondja, több Tolna megyei település önkormányzatával összefogtak az illegális szemétkupacok eltüntetésére. Ők a szállítást finanszírozzák, a települések pedig a szemétgyűjtést. A vezető azonban komoly problémának látja, hogy behatárolt azoknak az anyagoknak a köre és mennyisége, amiket a lakosság a kukák mellé kihelyezhet. A lomtalanítás, mint lakossági szolgáltatás pedig szünetel október 15-e és március 15-e között. Évi egyszer ugyanis házhoz megy a szolgáltató, és elszállítja a kirakott hulladékot. Ám az is csak 3 köbméter lehet, és nem lehet kirakni az építési törmeléket, elektromos, elektronikai hulladékot. A szakember szerint ezért alakulnak ki illegális hulladéklerakók a településeken. Tavasszal indul, október 15-e és március 15-e között szünetel a lomtalanítás. Azt érdemes tudni róla, hogy a területünkön házhoz menő lomtalanítás van. Ez azt jelenti, hogy bejelentésre az ezen kívüli időszakban kimegyünk a helyszínre és begyűjtjük a lomot. Akinek eközben is keletkezne és nem tudja megoldani, azt a hulladékudvarra beszállítva szívesen átvesszük és megoldjuk a tárolását, ameddig mi is tovább szállítani tudjuk. A hulladékudvarban évente egyszer adható le maximum 2 köbméter építési törmelék.